Lezárult a 60-i konzultáció, amely május 8-ától június 11-ig tartott. A 60-i Várostvédő Egyesület már második alkalommal indított széleskörű párbeszédet a városban. A konzultációs ívet minden 60-i háztartásba eljuttatták a szervezet tagjai és önkéntesei, majd a válaszokat tartalmazó dokumentumokat vissza is gyűjtötték, emellett online és a város fő pontjain kihelyezett standoknál is részt lehetett venni az akcióban. Nagyjából 2900 darab 60-i konzultációs ív érkezett vissza, így nyugodtan elmondhatjuk, hogy 5-6 ezer ember mondta el a véleményét a 60-i konzultáció kapcsán. A Városvédők elnöke azt is elmondta, hogy a kitöltők közül többen is jelezték a dokumentumon, hogy minden családtag válaszát ugyanaz az ív tartalmazza, ezért is tükrözheti az eredmény 5-6 ezer 60-i véleményét. A 60-i konzultációban arra keresték a választ, hogy a település lakói egyetértenek-e azokkal az irányokkal, amelyeket még válságban is kiemelten fontosnak tartott megőrizni a városvezetés. Így azzal, hogy a gazdasági stabilitás érdekében áldozatokat kell hozni, a plusz támogatásokat fenn kell tartani 60-ban, hogy a lakosok közvetlenül dönthessenek a költségvetés egy részéről, emellett bárki elmondhatta véleményét a környezetvédelemről, valamint a szociális segítségnyújtásról. 95%-ban egyetértettek a 60-iak azokkal a lépésekkel, amelyeket ezekben nehéz időkben tett az önkormányzat, és egyetértettek azzal az irányjal, amelybe vittük a várost. Ugyanakkor viszont, hogyha a fejlesztéseket kérdezzük, akkor 3 sláger téma van, amelyről beszélnünk kell. Ez az utak, járdák, közlekedés, szórakozóhelyek, kulturális élet és a rendezvények. Ezeken a területeken kell előrelépni valamilyen úton, módon az önkormányzatnak. Horváth Richárd hangsúlyozta, fontos volt, hogy minél többen elmondják véleményüket a második 60-i konzultációban, mert ennek eredményeit beépíti majd a városvezetés a programjába. A Városvédők elnöke azt tapasztalja, hogy az elmúlt években nagyon összetartó közösség alakult ki 60-ban. A 60-iaknak fontos lett a partnerség. Fontos lett az, hogy megkérdezzük őket, hogy dönthetnek, hogy beleszólhatnak a város életébe. Fontos lett a környezetvédelem, és az, hogy törődünk egymással. Fontos a közösség. És erre azt gondolom, hogy mi mindannyian büszkék lehetünk. A polgármester hozzátette, továbbra is azért dolgoznak, hogy a 60-iak döntése és véleménye határozza meg 60 jövőjét.